Már szeretettel köszöntök mindenkit, és már is Csévarga István professzor úr bemutatja Keller Pétert. Kedves hallgató, kedves vendégek, nagyon könnyű a feladatom, mert Keller Péter személyesen jelen van, ő Bálint Dén unokája, és akit meg a fő élete érdekel, minőségfejlesztő mérnök, ugye német-angol egyetemeken és olyan műveltséggel, amit tanulom, hogy diákként kezdett el és épített, másfél évtizede kutatja dédapjának a munkásságát, és hát itt van ez a könyv. Egy példány körbeadok, mindenki kézbe vett, hogy lássa. Ennek van előszava Jókai Annától, van egy csúnya ember, aki lektorálta, ez én vagyok, de utolsót is írtam róla. És tovább megyünk, a másik könyv pedig újra kiadta a Szent István Társulat, az élő Gárdonyi, Gárdonyi József. Ő pedig a nagyapja. A nagyapja. Tehát két könyvet ajánlok a figyelmükbe, vegyék kézbe, tudjanak róla, ebben mindent megtalálnak. Ezt a témát a Bor és Gárdonyi pedig először fogjuk hallani. Tehát olyan premier. Kedves Péter, itt többet nem is mondok, mint az, hogy hic rodus, hic saltat. Itt van, nagyon szépen, köszönöm. Hát tényleg az ember itt meghatottan áll, hogy nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszönöm Rácz professzor úrnak, hogy ekkora bizalmat helyezett belém, hogy tényleg itt a nulláról egy hozzá nem értő ember beszélhet szakember borászoknak. Úgyhogy elnézést kérek, ha én nem a bor kémiáról fogok beszélni, hanem egy kicsit más vetületéről ennek a dolognak, Gárdonyi és a bor életében, műveiben. Kezdem talán a életrajzi vonatkozásokkal. Ugye, ha Gárdonyi Géza neveit említik, önök azért itt vannak Egerben, hát nem első sorban a bor jut mindenkinek az eszébe. Aki ismeri az életrajzot, az talán tudja, hogy írt ő egy Bor című drámát, amivel azonosítani lehet a nevét. Ez 1901-ben került először színpadra, és több mint 100-szor játszották 1910-ben már. Nem tudom, hogy a Göre Gábor név mond-e valamit önöknek. Ha nem, akkor nagyon ajánlom, hogy olvassák Göre Gábornak a műveit. Dédapám egy nagyon érdekes, humoros írása, írás sorozata, 10 kötet könyv kapható belőle, antikváriumokban egész jó pénzt fizetnek érte. Ez a Göre Gábor figura is egy olyan alak, amelyet dédapámmal azonosítani lehet bor vonatkozásában. Feszti Árpádról gondolom hallottak, Feszti körkép. A Feszti Árpáddal jó barátságot ápolt, és Feszti Árpád kingyesi tanyájának mester gerendáin ilyen feliratokat lehetett olvasni. 1894. szeptember hó 13-14, itt mulatott három ember, azaz négy. Lányi Géza cimbalmozott, Gárdonyi meg ugrándozott, vidám volt a nádas határ, pósa dalolt, mint a madár. Ilyet nem látott a Kárpát. Isten veled, Feszti Árpád. És egy másik vers. Másodszor is itten voltam, örömömben majd megholtam. A tanyádnak egy hibája, nappal sincsen éjszakája. Kiírta Göre Gábor, azaz Gárdonyi Géza, 1895. május 12-én. De nem kingyesen szerette meg a bort. Itt Egerben kezdődött, volt Borcsa néninek egy szállója, a Líceum mellett bizonyos Magazin utcában, nem tudom, hogy hol van, talán utána lehet járni. Itt feljegyzi az életrajz, hogy itt már bizony fogyott a bor. Egri kiadású írása a Füllentő, amelynek 1881. évi május 5-i számában megjelent egy Kínos perc című humoreszk, amelyet dédapám a szerző szavaival szólva bortól felizgatott képzetem szülte. Tehát kapcsolatban állt vele. Ez a képzelem több bort szerető figurát is teremtett. Ezek a humoros alakok ennek a bizonyos Göre Gábornak az előfutárai. A Füllentőben érdekes módon Borteleki Nömös Ivó Dániel.
levelei szórakoztatták a Jó borérzésű estóriák címmel az olvasó közönséget. Győrben is újságíróskodott dédapám, ott a garabonciás diákban tekintetes törkölyösi aszu boldizsár történetein lehetett mulatni. Az aszu arra is utalhat, hogy dédapám sárospataki diák volt, ahol feltehetően a tokai bor ízlelését is fontos tantárnak tartotta. Első tanítói helyén Karádon arról panaszkodik, hogy Huber főtanító még arra sem méltatja, hogy néha napján legalább egy pohár borral megkínálja. Szegeden Pósas Lajos nevét nem tudom hallották-e, remek jó meséket írt, mesekönyveket, gyerek irodalomban híres, és ott egy asztalt, egy irodalmi asztalt működtetett. Ennek az asztalnak a tagjairól bizony felnevezték, hogy amikor tagfelvétel volt, akkor minden tag számos liter bort köteles volt közprédára bocsájtani. Tehát a szegedi élmények közé is hozzátartozott a borivás, és azt is feljegyzi az életrajz, hogy volt Szegeden, vagy Szatymazon egy bizonyos Jankó János nevű úr, akinek annyira jó bora volt, hogy finom tokaiért sem adta volna oda. Dankó Pistáról nem tudom, hallottak? Ha Szegedre mennek vonattal, akkor azt lehet tudni, hogy az a Dankó Express. Nem vasutas volt Dankó Pista, hanem egy kiváló hegedűművész, aki annyira híres volt, hogy az orosz cári udvarban is hegedült, illetve Monte Carlónak is hegedűse volt. Ez a Dankó Pista jó barátja volt a dédapámnak, és feljegyzi az életrajz, hogy sok szőlőtermesztési tanácsot kapott Dankó Pista Gárdonyi Gézától, ennek fejében cserébe az egyik szőlőjét Göre Gáborról nevezte el. Amikor a dédapám ide került Egerbe, akkor ugye előtte már hihetetlen érzékkel belakta az ország szinte összes jó borvidékét. Sárospatakon ugye a Tokait, Szőlősgyörökön, jó estét kívánok, ahol az édesanyja élt, ott a dél-balatoni borvidék borait élvezte, Devecserben tanítóskodott, a somlói bort kortyolgatta, győri újságíróskodása idején pedig a pannonhalmi borvidéknek a kiváló nedűjét iszogatta. És amikor ide költözött Egerbe, akkor első dolga volt, hogy saját szőlőt vett, és saját bort termesztett. Egy kedves egri ciszterci szerzetes atya írta meg az életrajz kiegészítését, és ebben az van, hogy a kedves vendége jött, hozatta azonnal a saját termésű piros vizet, s vidám pohár s pipaszó mellett folyt a beszéd. Tehát ha Gárdonyi Gézáról és egri éveiről hallanak, akkor azt nagyon tudják, hogy itt a piros vízzel kínált meg mindenkit, aki hozzájött, és kapuja mindig nyitva volt minden fiatal előtt, aki tehetséges volt. Karintit is meghívta, és Karinti, ahogy eljötte, azt nem tudom, de ennek a meghívásnak a hírét az egyik novellájában azért közprédára bocsátja. Az egri szőlős gazdákkal nagyon jó viszonyt ápolt. 1921-ből van egy feljegyzés, hogy egy bizonyos Ruppert nevű hordó készítő eljött hozzá, és arra kérte, hogy segítsen neki az országos borkiállításon és hordókiállításon a hordóit népszerűsíteni, adjon feliratot, jó feliratot. Hát három hordó készült el, az egyik egy Göre Gábor fejjel, ezzel a felirattal, ez a világ mi volna, ha egy kis bor nem volna. A másikon a Kácsáé, ez a Göre Gábor történeteknek egy másik jellegzetes alakja, egy cigány, aki olyan, mint az egri csillagokban, ugye ott is van a sárközi. Kácsa mondása, bolond az, aki többet dolgozik, mint amennyit musáj. Ez volt fölírva a hordóra. A harmadik az Durbin Sógori, aki ennek a triumvirátusnak a harmadik tagja, a felirat, a szép asszony mög a bor, mögvigasztal mindenkor. Hát aranyérmet is nyert ez a hordó, illetve mind a három. Az életrajz szerint az utolsó napjaiban már semmi mást nem evett, csak kis húslevest, és mit ivott hozzá? Tokai bort. Tehát ennyit az életrajzról.
És nyilván nem véletlenül nem hallottak arról, hogy Gárdonyi Géza vala neve valamilyen módon a borral összekeveredik, azért, mert neki direkt boros írása, a Bor című drámát leszámítva nincsen. Viszont ha az ember utána gondol, utána olvas a titkos naplójában, ahol az ő írói célkitűzéseit foglalja össze, ott azért ilyeneket olvasni. Az író hatalma nem abban rejlik, amit mond, hanem amit az olvasó fantáziájával mondat, ahogyan az olvasó fantáziáját működteti. Semmit ki ne mondj, amit az olvasó maga kitalálhat. Ez a mai előadás tulajdonképpen ennek a gondolatmenetnek a nyomon követése, hogy mi az, amit ki tudunk emelni az írásokból, mi az, ami az írásokban rejtve a borról megfogalmazódott. Először is szeretnék, remélem az idő engedi, pár alapvető fogalmat tisztázni, a józanság fogalmát, az alkohol szerepét az ember életében, és utána, mivel a bor az egy szakrális ital, Isten tervéről beszélni, hogy mit is akart ő a borral, aztán a bor és az emberek viszonyát, illetve hát önök egriek, mit üzen az egri bikavér az egrieknek. Van egy kis írása, Átkozott józansága címe. Ez azért érdekes könyv, mert azt mondja az életrajz, hogy majdnem meg a jegyzetei között szerepel, hogy volt egy könyvem, amit egy öngyilkos ember mellett találtak meg a pozsonyi temetőben, és az volt beleírva, hogy ez a könyv engem majdnem megmentett az öngyilkosságtól. Azt elmondom, nem ide tartozik, ezután fogadta meg, hogy olyan könyvet kell akkor írnom, ami bizonyosan mindent ember megtart az életre. És ez volt a Szunyogi miatyánkja. De maradjunk az átkozott józanságnak. Ez a regény egy öngyilkosságtól megmenekült ember visszaemlékezése. A bor szempontjából azért fontos, mert a józanság fogalmát ebből ismerjük meg. Ugye, ha a józanságot említik, akkor önök gondolom borászok lesznek, vagy teljesen mindegy, minden embernek. Ha józanság, akkor az ellentéte részegség és bor. Márpedig a józanság fogalma dédapám felfogásában teljesen más. A józanság ezen írás szerint valami olyan dolog, amivel embereket meg lehet átkozni. Ezért az átkozott józanság. És miért lehet megátkozni embereket a józansággal? Azért, mert a józan ember mit csinál? Csak elemez. A józan ember nem fogad el semmi olyat, ami fölülről jön, ami ajándék, ami a isteni ajándék, és ezzel halálba lehet embereket vinni. Ez olyan élet, ami igazándiból nem követendő élet. Erről szól ez a regény. Azt mondja, a józan ember agya olyan, mint a hűtőkészülék. Minden gondolat és minden érzés jéggé válik benne. A fagyasztószer az analízis, az elemzés. A józan ember képtelen boldog életet élni. És akkor ezek után nézzük meg az alkoholt. Ugye a borivás ellenzői általában józan emberek. Számukra a bor szeszes ital. És mivel a szeszt látják, ezért óvják az embereket a fogyasztásától. Ez nem mai dolog, a világ mindig ilyen volt. Megint csak visszanyúlok Göre Gáborhoz. Göre Gábornak van egy levele, a Göre kötetek között az a címe, hogy Levél a kohol méregről. Egy új tanító érkezik a faluba, és ugye a régi világban az volt, hogy a faluba érkező tanító tanítja az embereket, felnőtte gyereket egyaránt. Mit tart egy városból érkező fiatal ember a legfontosabbnak a falun? Hogy megmagyarázza az embereknek azt, hogy az alkohol méreg. No, el is kezdi az előadását,
és magyarázza. Azt mondja, hogy a borba kohol rejlik, a kohol pedig mérőg. Erre mondja Göre, csak a fejemet rázom rá. Hát a Szondi miért rázza kend a fejét? Hát először is azért mondok, mert azt cselekszem a fejemmel, amit akarok. Másodszor, lőhet, hogy a kohol mérőg, de a bor az nem mérőg, az már bizonyos. A Szondi ki az, aki nem tapasztalta, hogy az italtól megzavarodik az ember? Mondok, egyik zavarodik, másik okosodik. Kinek milyen a természete? A Szondi erre. Minden borba tanáltatik kohol mérőg, avagy kend nem részegszik-e mög, ha sokat iszik? Mondok, mögrészegedni mögrészegedök, ha sokat iszok, de az nem a kohol mérőg mián esik, hanem, hogy a bor az jóféle. No, a Szondi, hát ez az az alkohol, ez a mérőg, tehát minden bor mérges. Mondok, lehet tanító uram, hogy a városi bor mérges, de a falusi bor nem mérges, legfőjebb az ember mérges, aki iszik. Minek okáért is átmentek a kocsmába, és megnézték, hogy a móga borába van-e kohol mérőg, vagy mi rejlik benne. És rájöttek arra, hogy mi van a móga borába, nem mérőg, hanem kedves vidámság. Az az érzésem, hogy ma egy kicsit háttérbe szorul az a bor, ami a vidámság forrása. Erről nagyon keveset beszélnek. Ma mindenkiben elhűl a lélek, hogyha utána számol, hogy mivel egy csutora, ugye 5 és 8 liter volt, ezért, és a Göre Gábor boradagja általában fél csutora, vacsorára. Tehát 2,5 liter bort ivott meg vacsorára. Kácsa is, amikor a síralomházba viszik, és ki akarják végezni, akkor kikönyörög magának 2 liter bort. Tehát ezek azért más mennyiségek, mint amiről általában ma tudunk. És megfeledkezik az ember arról, hogy a bornak van nyugtató hatása. Hogy alapvetően a mérges emberek nem értik azt, hogy a bor jó ital, és másért kell inni. A mérges ember ki akarja zárni a világából a zavaró tényezőket. Göre Gáborral is ez történt. Lemegy hozzá a pesti asszony, és panaszkodik, hogy a kokas egész évben éjjel kukorékol. Azt mondja, nem tud tőle aludni. Mit mond Göre? Tögyen úgy, mint én, mondok, igyék este vörösbort. Nem szoktam asszondi. Ez pedig jó szokás, mondok, mert lám, én ha félig kiittam a csutorámat, tehát már 2,5 litert, kukorékolhat nekem a kokas, akár a fülembe is, mégse hallom. Azt mondja erre, hogy öljük le, megfizeti. Érezzük a különbséget? A hozzáállást? A bornak a szerepét az ember életében? És mit mond Göre? Bortól soha se hót mög még ember, még inkább megelevenedett. Elfelejtjük azt, ezek Göre történetekben lévő dolgok, hogy ugye borral élesztik újjá a durbincsot. Ugye? Aztán vannak benne danuló részletek, elmennek a Göréjék Párizsba a világkiállítást megnézni, nekiállnak szalonnát sütni a belvárosban, és elkezdenek nótázni, és nem értik, hogy olyan a rendőr, és elküldi őket. Mert az rendzavarás, dehogy is, teljesen másról van szó. A danászásnak, a szalonnasütésnek, a jókedvnek a lényegét önöknek, mint borászati szakembereknek azért kell hirdetni. És félünk tényleg kimondani azt, hogy nem az italtól pusztul a magyar. Gondoljanak bele a statisztikákba. Göre korában, 1900-as évek, az ország népszaporulata közel 10%. Mióta vigyáz mindenki az egészséges életre, és hogy a koholmérget ne ígyuk, mekkora népszaporulat. Ugye?
Tehát a bor az Isten adománya, ami segít olyan szépnek látni a világot, ami ennek a teremtő alkotta. A bor az a varázsital, aminek segítségével mi is úgy látjuk, hogy nagyon jó mindaz, amit az Isten alkotott. A bor abba az állapotba tudja segíteni az embert, amikor képessé válik arra, hogy rácsodálkozzon az ajándékba kapott világ szépségeire, amikor egyben képes látni a csodát, amikor a körülötte lévő álomvilág háttérbe szorítja a gépiesen gondolkodó, az önmagát fontosnak tartó, az Istennel versenyre kerülő ént. Hogy mennyire Istenről van szó, nem tudom, gondolom a Bibliában a Noé történetét ismerik, a vízözön után járunk, és Noé, amikor véget ér a vízözönnek, és leszáll a hajóról, akkor kimegy, földműves lesz. És szőlőt ültet, bort termel, ízlelgeti annak finom ízét, és megrészegedik. Történet szerint jön a fia, Kám észreveszi, kunytűz belőle, Noé fölébred, kiózanodik. És micsoda érdekes dolog, a Biblia nem Noét ítéli el, hanem arról ír, hogy Noé megátkozza Kámot. És akkor itt visszagondolunk, átkozott józanság. Micsoda igaz dolog. Tehát valami van a borban, ami más. Valami van a borban, ami valami fantasztikus titok. Van egy kedves fertájmester barátunk, a Krupa Sándor, nem tudom, őt már hallották-e énekelni, a bor legendáját. Én nem tudom elénekelni, de megpróbálom elmondani. Szólt az Isten, kedves fiam Noé, itt a szőlő, kóstold meg, hogy jó-e. Felelt Noé, no, megöregettem, de ilyen jó bogyót még nem ettem. Szólt az Isten, kedves fiam Noé, a csípős must, hadd lássuk, hogy jó-e. Felelt Noé, ihaj, csuhaj, sári, három Istent kezdek én már látni. Szól az Isten, kedves fiam Noé, hát az óbor, hadd lássuk, hogy jó-e. Felelt Noé, iszom reggel óta, gyere pajtás, van még a hordóba. Ugye elolvassuk ezt a verset, nagyon jó, igazándiból semmi különös, nem egy bonyolult vers. Alapvetően semmi másról nem szól, mint hogy fokozza Noé az élvezeteket, és ennek megfelelően, hát megfelelő hatás bekövetkezik. De azért feltűnik valami az embernek. Ebben a versben az Isten kínálja meg Noét a borral. És nem is egyszer. És tulajdonképpen egyre jobb dolgokkal kínálja meg. És mivel az Isten mindentudó, nagyon jól tudja, hogy ennek mi a következménye. És mégis kínál. Az Isten, aki maga szeretet, jót akar. Az Isten nem koholmérgöt kínál, nem Noénak a véralkohol szintjét akarja növelni, hanem jót akar vele tenni. Ezért kínálja a bort. És ezért kínálja abban a sorrendben, ahogyan tudomásom szerint a kóstolókon is kell. És Noé követi ezt a sorrendet. És idézzük vissza Göre szavait. Lehőt, hogy a kohol mérög, de a bor nem mérög. Az már bizonyos. És igaza van Görének, mert tényleg nem lehet általánosan fogalmazni. Nem lehet általánosságban állítani, hogy ugye az italtól megzavarodik az ember, hiszen ezt is tőle tudjuk, az egyik zavarodik, a másik okosodik, kinek milyen a természete. Göre mondás. Mögrészegedni, mögrészegedök, ugye, hallottuk, ha sokat iszok, de nem a kohol mián esik, hanem hogy az a bor jóféle. Tehát miért kínálja Isten, és miért issza az ember a bort? Mert az jóféle. És mitől jóféle? Attól, mert Isten örömet és jókedvet teremtett bele. És ez száll a fejbe.
És ez Noé titka. Ezt mondja ez a vers. A vízözön után nem lehet koholmérgöt adni. Nem az hajtotta Noét, és nem az hajtotta az Isten, nem is tudta, hogy mi az. De megmenekítette a gondviselés az embert a vízözön után, ugye? Van édapámnak egy bordala, hogy ez mennyire folytatódik ez a gondolat. Azért teremtett az Isten venyigét, hogy könnyebben megérthessük az igét. Lám a pap még az oltárnál is iszik, mert különben az ördögök elviszik. Aki iszik, azt az Isten szereti, mennyországi szőlőjébe vezeti. Csak hogy ezt a feleségem nem hiszi, annak itt kedves hölgyek, de ha berúgok, a szűrömet kiteszi. Ez egy teljesen normális vers, ugye? Semmi különös nincs benne, jót nevetünk rajta. Egy jó poén, nem? Semmi. Ugye van kis gúny benne. És azt hisszük első olvasatra, hogy ennek a versnek tulajdonképpen az üzeneteit be is fejeződik. Mert a hírértékű dolgokat egyből megértettük. A vidámságot, a gúnyt, ez átjött. De vegyük észre ebben a versben a nem hírértékű mondatokat. Azért teremtett az Isten venyigét, hogy könnyebben megérthessük az igét. Aki iszik, azt az Isten szereti, mennyországi szőlőjébe vezeti. És tegyük fel maguknak azt a kérdést, amit Göre föltesz a Bor című darabban. Hát miért teremtötte az Isten a bort? Hát Krisztus Urunk nem borrá változtatta még a vizet is? És ne álljunk meg itt a kérdés feltevésnél, és ne ezen a Göre kérdésen derüljünk, hanem gondoljunk az állításokra. Gondoljunk megint Noéra. Egy világpusztító vízözön után adja az Isten a bort. Miért? Miért egy menyegző változtatja át a vizet borrá? Ez a kánai menyegző, Bibliából ismerik, ugye? De menjünk egy kicsit tovább. Ugye a Bibliában Jézus az utolsó vacsorán alapította az oltári szentséget azzal, hogy a kenyére azt mondta, ez az én testem, és a borra azt mondta, ez az én vérem. És kérdezzünk tovább, miért mondja az utolsó vacsorán a Jézus a borra, ez az én vérem? És elmélkedjük át újból Göre kérdését. Noé a bort kapta. A kánai menyegzőn az ünneplők az átváltoztatott vizet. És dédapám világosan tudta, hogy az utolsó vacsorán valami nagyon más dolog történt, és ettől szakrális ital a bor. A bor Krisztus teste, amelynek vétele öröm, és amelynek a vételével visszaélni nem lehet. Nem tudom, emlékeznek-e az Isten rabjaiban, van egy jelenet, amikor ez a bajcsi, ez a harcos ember templomi kehelybe tölti a bort, és azzal kínálja a két frátert. A fráterek nem isszák meg a bort, az egyik, az idősebb, harcba küldi a fiatalabbat, a Jancsi frátert a bajcsi ellen. És mi történik? A Jancsi, aki kolostorban élt, aki életében nem verekedett, ezt a minden csatát megnyert győzedelmes vitézt legyőzi. Ki győzi? Nem Jancsi. Itt a nagy B-vel írt bor győz. A szent ügy az, ami győz. A borban igenis van valami szakrális erő, van valami dolog, amiért az Krisztus teste, és amiért az hat a világban. Talán az öreg tekintetest ismerik, ez egy kis regénye a dédapámnak. Ez tulajdonképpen ebben sincs szó direktben a borról. Mégis nagyon sokat mond. A regény azzal kezdődik, hogy az elején van egy Tardi Imre, ez az öreg tekintetesnek a veje,
aki gyógyítja a betegeket, és az egyik csoportnak megtiltja, hogy pálinkát és fehérbort igyon, a másik csoportnak pedig igazi veres bort ajánl. És milyen igaza van? A vérszínű bor az igazi veres bor. Az tud gyógyszerré válni. De nem az orvos által, hanem azért, mert testet, lelket megújító vér. Mert az Krisztus vére. Tardi Imre, hogy az orvos, nem érti ezt a titkot. Az öreg tekintetes teljesen világosan látja. Ő nagyon jól tudja, és kimondja a regényben, nem a teja gyógyítja meg az embert. Nem az a gyógyszer. Csak nem isznak ilyen löttyöt, mondja Tardi Imrének. Te Imre, hát miért nem hozadsz fel bort, mondja, amikor a fogadást tartják. És jön a bor. És az öreg tekintetes, csendes gyönyörűséggel szopogtatta. Ehhez most már csak a pipám hiányzik, mondja a színésznek. Az öreg tudta és érezte a bor titkát, hogy az boldogságforrás. A kívánja a pipa füstöt. És a díszes társaság tagjai ebből mind semmit nem értettek. És Tardi abba a szobába ő száműzi az öreget pipázni, ahol a betegeinek beszélt a borról és a séta gyógyító hatásáról. És itt derül ki, hogy az öreg teljesen tudta mindazt, amit az orvos a betegeinek tanácsolt, sőt, többet is tudott. Ő a lényeget is tudta. Ő önkéntelenül érezte, hogy ebből a szobából ki kell menni, de nem a Városligetbe kell menni sétálni, hanem el kell menni a magányosan szenvedő órásnéhez, és azt meg kell látogatni. Mert az öreg tudta, amit a veje nem, a bor sokkal több, mint nyomelemeket tartalmaz orvosság. A bor emberi boldogságot felülmúló titka az, hogy Jézus életét adta a barátaiért, és aki ezt hiszi, megtalálja belső békéjét. Vele kerül közösségbe, és képes lesz őt követni. Aztán be vagyok határolva időben, ugye? 45 perc. Mert nem akarom önöket mutatni, de az egri borról muszáj még beszélni. Az egri borról muszáj. Magam sem hittem volna, ugye a Egerbe jön az ember, hát azért az egri csillagokat el kell olvasni, mit mond a borról. Ugye, mert hát talán van benne valami. Hát van. 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 Az egri csillagok a bor szemével olvasható, és a bor szájával magyarázható. Nagy felfedezés az, ugye itt én nem vagyok irodalmár, tehát Csivarga professzor, tanár úrra nem tudom, mit szól ehhez, de ez a regény, ez tulajdonképpen egy gyönyörű, mindenkihez szóló fennkölt üzenet, egy csodálatosan szép pohárköszöntő, ami a millenniumi utáni magyarsághoz, minden magyarhoz szól, és ami ma is nagyon érvényes. Ma is köszönt minden magyart, aki olyan, mint Hajdan, az egri bikavértívó várvédők voltak. Mi a kulcs ehhez? Tehát ugye jó, hogy az ember elmondja, hogy ez ilyen. De vannak benne, vannak a regényben ilyen reflektor szavak, amik úgy nagyon rávilágítanak a lényegre. Nem tudom, a sztorira emlékeznek, van a Petőnek a beszéde, a csata után, a 32 napi csata után, és ott mond egy ilyen mondatot, a szép szó olyan, mint a jó bor. Ez elindítja az ember fantáziáját. És tulajdonképpen mi egy pohár köszöntő? Hát önök már gondolom mondtak, vagy mondanak, de ez egy csodálatos műfaj. Emelik a beszélők a poharukat, elmondják a gondolataikat, és utána megisszák a bort. Tehát valahol ez ilyen egyszerű. De valahol azért ez hihetetlen komoly dolog, hogy a bor a gondolatokat keretbe tudja foglalni. Mint egy passepartout áll a bor a gondolatok körül,
és más színben emeli ki a lényeget. És az ember másképpen látja a valóságot. A jó borhoz ugye jó pohár köszöntő illik. És a rossz borhoz hát nem illik semmi, igaz? De a bikavér az önök borai tegerben, és gondolom, de azért itt a bikavérről van szó, a bikavér egy kitüntetett bor. És az egri csillagok egy méltó köszöntő. Mi a keret? Cecei és a bor. A regény elején, talán emlékeznek, ha nem elmondom, mert azért vagyok itt, hogy ugye Cecei háromszor kínál bort. Először kínálja Dobót, aztán Varsányit, aztán újból Dobót. Ez amikor még ott vannak a mecsekben, ugye? És a harmadik alkalom előtt Cecei éppen egy szó csatát vív a öreg barátjával, és a jelenet azzal zárul, hogy Dobó kiürítette a poharát. Idézem, jó erős veres bor volt. Gondolta magában, most már értem, mitől olyan mérges ez a két öreg úr. És Cecei példája az, amin Dobó megérti az egri bor, az egri bikavér, illetve a magyar bor, de lehet mondani általánosságban is a bornak a csodatevő erejét. Dobó győzelmének a kulcsa ugyanis az, hogy ezt a borba rejtett erőt a megfelelő pillanatban, a jó cél érdekében, az utolsó nagy csatában csapra verte. És mi történt? Ott a csoda, ott a győzelem. A regény elején a szópárbajt vívó Cecei és vele együtt ugye minden vár, ugye a regény elején a szópárbajt vívja a Cecei, és a regény végén megjelenik Cecei, és Éva, nem tudom, emlékeznek rá, viszi a bort az apjának. Az apja ott áll a várfalon, odaadja neki a bort, az öreg kihörpinti a kupát, és tényleg egy ilyen fantasztikus kép, a fa keze lángra kap, és a jó kezével az előtte lévő török fejét lekaszabolja. Újjász születik az ember. Az utolsó pillanatban. Az utolsó pillanatban az utolsó nyomorék ember hősi várvédővé tud válni. Ez a csoda. Ez a csoda. És akkor ugye megint az eszébe jut az embernek Pető mondása, aki felhívta a figyelmet a pohárköszöntő lényegére. A Dobó által rendezett díszvacsorán a mit mond? Hogy a ringyes-rongyos vízivóját le kell győzni, ugye? És mivel kell legyőzni? Ki tudja legyőzni a ringyes-rongyos vízivót? Az egri bikavértivó katona. Hát itt a keret. Itt a keret. Hát ez történt, ez volt a csoda. És még egy dologról mesélnék önöknek, ami egy fantasztikusan érdekes dolog. Biztos, hogy véletlenül került ugye a regénybe az, hogy a német pattantyús összekeverte a bort a porral. És elmondja ezt a mondatot, hogy végre is a parasztoknak kellett megmagyarázni, hogy mikor József mester bort kér, akkor puskaporos zacskót kell nyitni neki, amikor meg port kér, akkor bort adjanak neki. Ez fantasztikus, érdekes mondat. És gondoljuk végig, a várvédők a sekrestjében, a boros hordóban őrizték a port. A bor és a por összekeveredve, de együtt vannak. És hol vannak? A sekrestjében vannak. És mi látszik a sekrestje falán? A sekrestje falán ott van a Szent István korából származó Krisztussal együtt ábrázolt Szent János, aki nem a pornak, hanem a bornak a védőszentje. És mikor jön Miklós és az aga, és bejutnak a puskaporoskáthoz, a hordókhoz,
akkor hökken meg az aga, hogy a hordóban nem bor van, hanem por, puskapor. És akkor derül ki az egriek titka, hogy tulajdonképpen Szent János a borral védte meg a várat, és a puskaporból tömjén füst lett. Szent János csodát tett a hordóval, csodát tett az egri borral, és csodát tett az egriekkel. Hát az időm lejárt, nem akarom az önök estéjét elrontani. Köszönöm, hogy meghallgattak. Azt kérem, vigyék magukkal, hogy vigyázzanak a józansággal, mert az átkozott lehet. Hogy jegyezzék meg, hogy a kohol az nem mérög. Azt is vigyék magukkal, hogy a bort az Isten kínálta Noénak. És hogy a bor az boldogságforrás, és attól szakrális, hogy az örök boldogság elővételezett öröme van benne. És kérem, ha mennek, akkor jó bor mellé mindig jó pohár köszöntőt mondjanak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kedves hallgatók, kedves vendégek, László tanárnő jóvoltából majd fogok egy előadást tartani, és akkor folytatom. De most köszönöm Keller Péternek, és örülök, hogy itt lehettem. Erről a témáról még így nem írtak, de főleg előadást senki nem tartott, a teljességre figyelt és a legfontosabbra. Egyetlen egy tovább gondolás, hogy valóban az ostorosi kőporoson ott vásárolta a szőlőt, ott sétált, és meglátta a fenyőket, meg 6 fűszfát, meg egy forrást épülettel, megtetszett neki, és akkor már az Egerben publikált könyvek árából meg tudta venni, és akkor érezte magát minek, igazi egrinek. Mert addig Gárdonyi Géza TC volt, tisztelt cím, de attól kezdve tekintetes úrnak számított. Azt pedig már a főszerkesztőket illeti meg, én Kajzer László, könyvkiadó barátomat már még illeti. A Gárdonyi ezt a rangot érte el. Sajnos apor elemén utána járva már azt látta, hogy nincsen épület, nincsenek meg a fűszfák, elmocsarosodott az a kis forrás, a kút, és nem 45-re nem adták el, hanem utána bekerült az ottani termelőszövetkezetbe, és akkor nyoma veszik mindennek, csak maradt, és jött az a alászállása a bornak, az egri bornak, Bikavér, meg egyebeknek, de Gárdonyi ebben részt vett, az egri szőlőtermelés és a bor sajátból révén, és a ostoros fele majd mennek a savaskúti dűlőben, ott, meg ott van a térképen is, ez megtalálható, látható, hogy hol volt. Ugye teszek 3 pontot, és megköszönve Keller Péternek ezt a beugróként előadását, azt ígérem, hogy amikor majd folytatom, akkor teszünk a magyar bornak egy ilyen európai irodalmi körképét, körbe nézzük, és a magyar borított hazai visszhangot, de az egyik legkedvesebbet hogy mondjam el, mert ezt a biztatást, amit kaptunk Gárdonyitól, ezt majd látjuk, hogy más nagyok is, görögök, Amakreon, Horácius, a többi folytatta, hogy mi is azt mondjuk, hogy így áll örök ki a világ sem áll, ez bizony egy görög Amakreontól jön, Horácius azt mondta, hogy Bivánus, és amikor Horácius a halálos ágyon, a baráti körben azt mondta, hogy kérek egy pohár vizet, akkor meglepődtek, csodálkoztak, és azt mondta, barátaim, élete végén az embernek a legnagyobb ellenséggel is ki kell békülnie. Ezzel zárom, hogy majd visszatérünk, most köszönet, és gratuláció mindannyiunk nevében. Isten éltesse a dédunokát, mert ez még nem olvasható a könyvben, de remélem, hogy ez egy bővített, mert az utánnyomás megjelent már, és remélem, hogy lesznek újabb utánnyomások terése. Visszaadom a szót most a házigazdának, Ránc László emeritus professzornak, hogy ő következik most.
hiszem, hogy ilyen szép előadásban csak a köszönet hangján szólhatunk, és mivel hallottuk az előadás elején, hogy megnézzük ez a vásárolt saját szőlőt és készített bort is, én azzal tudok kedveskedni neked, hogy saját szőlőből, saját magam által készített borral kínálok meg téged, és leszem, hogy vedd úgy, hogy ez egy kis egyszerű ajándék, de annál melegebb szívvel adtam. És még megmondom őszintén, a Lícium TV stábjának felajánlanám ugyanazt a szőlőfajtából készült bort, ami a rozébor és a vörösbor kapcsolatából van. Parancsoljatok, vigyétek el és fogadjátok szeretettel. Köszönöm szépen. Én pedig a hallgatóknak azt tudom mondani, hogy aki még nem kapta meg az általam kis összeállított kis anyagot az elmúlt óráról, annak odaadom. Köszönöm szépen a figyelmet, már az egy hétre ugyanígy találkozunk. Thank you.